Sziasztok! Ebben a részben a steak sütés titkaiba szeretnélek beavatni benneteket. Pontosan azért, mert az elmúlt időszakban ezt kértétek tőlem a legtöbben. Nem kell hozzá más, csak egy éles kés, egy forró serpenyő és jó minőségű marhahús. Steaket akkor kell sütni, amikor van hozzá megfelelő hús. Na, hát elmentem az áruházakba és szétnéztem. Íme ez a három példány, ezt találtam, és direkt olyan húst próbáltam választani, ami árban nem olyan drága, ez például 1500 forint volt, ez a két darab. Na most ez marha nyak. Ellenben nézzétek meg, hogy mennyire márványozott ez a hús. Tehát vásárlásnál mindig nézzetek jól szét a húspultnál, és hogyha van ilyen típusú marha nyak, akkor azt érdemes megvenni. Vagy mutatom a másik részét, vagy ha van például ilyen típusú marha nyak, ez 1686 forint volt, akkor szintén érdemes megvenni. Mert nézzétek meg, ez a marha nyaknak az a része, ami nagyon jól süthető, puha, omlós lesz, és felér egy 8000 forintos húsrésszel. is. Ez is marha nyak, tehát hogyha tovább nézitek, ez is marha nyak, és ez is 1500 forintba kerül, 1465, viszont teljesen ilyen dirib darabok, úgyhogy ha ezt megsütöd, akkor biztos, hogy nem jársz jól, mármint olyan értelemben, hogy ebből nem lesz az a finom steak, amit én meg szeretnék tanítani nektek. Tehát ezért mondom, hogy marhanyak és marhanyak között is nagyon nagy különbség van. Azért nem bélszínt használok, mert a bélszín az eleve nagyon drága, és nem azon kell gyakorolni. Majd, ha már ezzel megy, akkor süthettek bélszínt is. Na, tehát, hogyan készítjük? Kell hozzá finomra vágott zöld petrezselyem, mustár, puha vaj, durva só, illetve finomabb só. Ahhoz, hogy a hús jól süljön meg, ellenőriznünk kell a belső hőmérsékletét. A hús legyen mindig szobahőmérsékletű, de legalább 23, 24 vagy 25 fokos. Ugyanis, ha a hűtőből vesszük ki, nem úgy fog megsülni, nem lesz olyan ízletes. Ha fölforosodott a serpenyő, jöhet bele a hús. Tehát fogjuk szépen, és így, ahogy van, mindenfajta ízesítés nélkül belehelyezzük. Elkezdjük sütni. Amikor a hús elkezd sercegni, akkor nem mozdítsuk meg, ugyanis ilyenkor a hús annyira le van tapadva, vagy hozzá van tapadva az edényhez, hogy még csak a rostokat tudjuk majd kiszakítani belőle. Hagyjuk nyugodtan, hogy süljön. A lángot ilyenkor vissza kell venni egy picit, és kislángon kell folytatnunk a sütést. Azért ajánlom a vas serpenyőt, mert az egyenletesen átmelegszik, elosztja a hőt, és mindenhol egyformán fog tudni sülni a hús. Amikor elkezd jönni a marhának ez a kellemes sült illata, amikor pirul a marha zsír, akkor kell elkezdenünk megfordítani. Ehhez a legegyszerűbb egy ilyen lapát. Először benyomjátok így, majd itt megmozgatjátok, és az egészet föl tudjátok szedni. Így, ilyenkor már könnyedén följön. És fordítás. Nézzétek meg, milyen szép aranybarnára sült mindenhol. Itt ezen a részen, ahol a zsír elkezd kiolvadni, az megolajozza, megzsírozza a serpenyőt, és ezért nem használok olajat, és ti se használjátok a sütéshez. Nagyon szép a hangja. Öröm hallgatni. Hallgassátok ti is. Amikor a másik oldal is megpirult, jöhet a pihentetés. Tehát mindkét oldalról sütjük körülbelül olyan 4-4 percig, és utána fedő és hagy pihenjen egy üres tányéron. Láthatjátok, hogy ilyenkor elősütés után a hús belső maghőmérséklete 56-58 fokos lesz, illetve kell, hogy legyen. És így pihen a hús. Azért tudom nektek megmutatni, mert ugye beleszúrtam ezt a maghőmérőt. Jó, hagy pihenjen, most már kiveszem belőle. Hagy pihenjen szépen. A pihentetésnek ugyanis az a lényege, hogy a húst rostjai egy picit magukhoz térjenek, és utána tovább folytathassuk a sütést. Na de addig mutatom a másik opciót, vagy a következő verziót. Fogjuk, és például a nyakat, ezt a húsrészt, vagy éppen a steaket, a bélszínt, rabozhatjuk is, azaz páccal, száraz páccal megszórhatjuk. Jó, erre egyébként a legjobb ez a Smoky Rub névre hallgató, kis fűszerkeverék. Nagyon kellemes, és a lényege az, hogy nincs más dolgotok, mint hogy beszorjátok vele,
de nem csak alulról és fölülről, hanem természetesen oldalról is. Jó bőven. Így. Ami leesik, oda pedig bele az oldalát. Ez az. Na most, ha ez így megvan, akkor például ezt a húst így ebben a rabban, azaz spázban, szárazspázban egy napig is érlelhetitek. De nagyon fontos itt is, hogy mikor kiveszitek a hűtőből, sütés előtt hagyjátok, hogy szoba hőmérsékletűre melegedjen. A smoky rub természetesen rengeteg fűszer mellett még egy kis füstöt is tartalmaz. A füst ugyanis azokat az ételeket is nagyon izgalmassá varázsolja, ami például mondjuk nem marhából, hanem csirkéből, pulykából, vagy éppen sertésből készül. Na, nézzük meg a pihentetett húsunkat. Tehát a pihentetés idő az körülbelül egy jó 15 perc, és mehet vissza megint a forró serpenyőbe. Mielőtt visszatennénk a húst, érdemes egy kis papírral a fölösleges zsíradékot kivenni, majd ezt követően visszahelyezni a húst. Természetesen a hőmérséklet már sokkal alacsonyabb, mint az első sütési fázisban volt. Ahogy visszakerült a serpenyőbe, jöhet a fordítás. Tehát körülbelül megint egy olyan 3 percet pirult az egyik oldalán, megfordítjuk, és tovább pirítjuk a másik oldalán. Ilyenkor viszont már elzárjuk a lángot alatta. Marad a vas serpenyőnek a hőleadása. Viszont ilyenkor jön rá, hogyha nem pácoltuk, nem ízesítettük semmivel, a só. Érdemes nagyszemű sót használni, ez nem tud a rostok közé beivódni, pont annyi lesz majd rajta, amennyi kell. Körülbelül egy 3 perces sütés után megint megfordítjuk, igen, ez egy ilyen meló, sokat kell fordítgatni, de megéri. És jöhet rá a másik oldalára is a nagyszemű só. Ilyenkor már nem csak a sót, hanem a puha vajat is rátesszük. Így. Oldalra mehet egy kis mustár, illetve megszórhatjuk petrezselyemmel. Így a vajból, a mustárból, a hús nedveiből kész is van a mártás. Ilyenkor még rakhatunk rá egy kis frissen őrölt törött borsot, valamint frissen őrölt csilipelyhet, ha szeretjük, ha egy picit csípősebb. De a csilitől, ettől a csilipelyhelytől nem csípős lesz, hanem sokkal izgalmasabb. Így tudnám a legjobban kifejezni, hiszen a mustárt, a vajat, a petrezselymet és a borsot még jobban összehozza. Ha szeretjük a fokhagymát, azt ilyenkor kell hozzáadni egyébként. Ahhoz, hogy megkapjuk a végső mártásunkat, egy kis olívaolajat kell még rálocsolnunk. Ez most itt szintén, mint fűszer szerepel. Hagyjuk, hogy jól olvadjon el, vagy kenjük is körbe húst a vajjal, a petrezselyemmel, és természetesen a már időközben egy kicsit megpirult mustárral is. Így. Villával nehogy beleszúrjunk, mert akkor csak kijön a nedv, és látjátok, ilyenkor már nem pirul annyira. Fogjuk és megfordítjuk. Ez az. Mind a két oldalát megforgatjuk ebben a szószban. Érdemes minden oldalról ezt a fűszerkérget rátenni. Ilyenkor már nem pirul, csupán puhul. Akkor jöhet a felvágása a húsnak. Jó, picit pihent a hús, az körülbelül megint egy 3 perc. És akkor már is kivehetjük egy új vágódeszkára. Így. És hát a puding próbálja az evés, vágjunk bele. Szóval, ha így készítitek a marhanyakat, ilyen lesz a közepe, vajpuha állag. Aki esetleg nem szereti azt, hogyha hús nagyon nyers vagy nyersnek látszik, akkor is így készíts el, mert így biztos, hogy szeretni fogja. Ezt nézzétek, tele van szavtal, és igazából ez egy 1500 forintos hús. Ha így készítitek el, ez felér a 20 000-essel is. Ez benne a jó. Aki szereti igazán az ínyenc falatokat, az pedig itt a zsíros részeket kóstolja meg. Tehát vadászunk mindig a jó minőségű húsra, hiszen lehet kapni. A tálalása is nagyon egyszerű, ugyanis az így fölvágott hússzeleteket érdemes fehér tányérra tenni, sokkal jobban visszaadja a színét a húsnak. És már csak egyetlen egy dolog van, hogy ezt a krémes mártást is, amit a vaj, a petrezselyem, a mustár, a só, bors és a csilipehely ad,
ráöntsük. Ebbe tunkolva fogyasszuk. Így. Én még ilyenkor szoktam egy kicsit finomabb sóból egy picit még a tetejére tenni. Bang! Akkor jöjjön most a smoky rabos verzió. Süssük meg az ízesített húst. Ilyenkor viszont nem kell forró serpenyő, és a száraz pác miatt, amit ugye a hús kapott, kell egy kis olaj a serpenyő aljába. Lehet oliva, lehet napraforgó, de lehet zsír is. Beletesszük a húst, ami szintén ugye már hószoba hőmérsékletű, és lassan, de elkezdjük sütni. Ilyenkor láthatjátok, hogy még a hús vastagsága is legalább két ujnyi vastagságú, tehát még lassabban kell most sütnünk, mint az előző esetben, tehát kisebbre vesszük a lángot, és letakarjuk fedővel. Ilyenkor a sütési idő körülbelül 5 perc. 5 perc elteltével, mint azt láthatjátok, a hús belső maghőmérséklete a 24-ről 37-re emelkedett. Íme így néz ki most. Lehet látni, hogy a pára egy picit föllazította így a hús oldalát, és föl is kunkorodott. Innentől kezdve már nem fogunk fedőt használni, és ez a tű is azoknak ajánlott, akik biztosra, tutira szeretnének menni. Jó, tehát ilyenkor fogjuk, és szépen megfordítjuk így. Ez az. A sütésnél lehet látni, hogy ha a fűszerekkel, ezzel a rábbal együtt sütjük, akkor azért kell alacsonyabb hőmérsékleten sütünk a húst, hiszen egy, vastagabb a szelet, kettő pedig nem ég meg a fűszer. Egy picit ugyan meg kell pörkölődnie, de ez a lényege. Nézzétek csak! Ezen az oldalon is sütjük legalább 5 percig, de fedőt már nem teszünk rá. Újabb 5 perc után levesszük a tűzről, megy a hús pihenésbe. Tehát fogjuk, és a mindkét oldaláról szép pirosra átsütött húst tányérra helyezzük, majd fedővel letakarva 15 percig pihentetjük. Mint azt lehet látni, 10 perc után 50 fokos a hús belső maghőmérséklete, és egy jó nagyot pihent, úgyhogy ideje felébreszteni. Kivesszük a tűt, de mondom, ez csak azoknak kell, akik esetleg tényleg tutira akarnak menni, de lehet érzéssel is főzni. Ha megnyomjuk, még ruganyos a hús, de már besüpped az ujjunk. És hagyja magát, hogy benyomjuk. Na, ilyenkor fogjuk, és visszahelyezzük a langyos serpenyőbe. De már nem sütjük. Attól sisteneg, hogy a vas serpenyő, amiben sütjük, ugye nagyon jól tartja a hőt. Jöhet rá a só. Ide is természetesen a nagyszerű nagy szeműt használjuk. Először az egyik oldal, majd fordítás után jöhet a másik oldal. Ide is a nagy szemű sót használom. Itt pihen még 5 percet, és jöhet a szeletelés. A só után pedig jön a vaj. Ahogy elolvad rajta, már lehet is szeletelni. Amikor a vaj is elolvadt, 2-3-szor kanál segítségével locsolgassuk meg a húst. Tálalás, illetve felszeletelés előtt. Ez az. Akkor helyezzük át egy tiszta deszkára. Így. És jöhet a szeletelés. Megint csak úgy csúszik bele a kés, mint hogyha vajba tenném bele. Nézzétek meg, mennyire szaftos, lédús. Aki ennél jobban szeretné, hogy át legyen sülve, az természetesen egy picit több ideig süsse, de próbáljátok így ki, mert így adja vissza igazán azt az élvezetet, amit egy jó minőségű marhahús tud. Ehhez nem kell kenyeret fogyasztani, ehhez vörösbort kell inni. Ez az. És ez a fűszerkeverék, amit rátettem, ebbe pont mindenből annyi van, hogy minden húst, akár csirkét, pulykát, de még a szarvast is nagyon finom ízkombinációval veszik körbe. És akkor még egy kis só a végére, ami már apró szeműre van őrölve, így, és jöhet a tányérra. Ezzel se kell semmi más tennünk, csak lehetőleg fehér tányérra, hiszen ezen mutat a legjobban, rakjuk fel, így,
hogy azzal a kis pecsenyelével, ami maradt, még egy kicsit locsoljuk meg. Ide mondjuk azért már nem kell a petrezselyen. Még aki gondolja, egy kis csilivel turbózhatja. Ez az. Hát, én se bírom ki, úgyhogy megkóstolom ezt a kis szeletkét itt. Készítsétek el, próbáljátok ki, kísérletezzetek, tehát íme, itt van, megmutattam, hogyan kell jól, egyszerűen és szakszerűen megsütni a marhanyakat. Most ti jöttök. Sziasztok!